Már a júliusi önkormányzati ülésen is feltűnést keltett, hogy a Vadasfürdő mintegy 3 millió eurós bankkölcsönt készül felvenni luxus bungallók megépítésére. Azzal, hogy a képviselőtestület városi telek és vagyonátruházásról döntött a fürdő javára, a Vadast tulajdonképpen feltőkésítették, hitelképességét megerősítették és megfelelő gazdasági alapot teremtettek az eddigi hitelek átszervezéséhez, restrukturalizálásához is. Ugyanakkor több városatya sokalja a kölcsönösszegét. Szigeti László, a pénzügyi bizottság elnöke például úgy gondolja, ahhoz képest, hogy a luxus apartmanokkal még nem válik egész éves üdülőközponttá a Vadas, nagyon komoly összegről van szó. Ján Oravec polgármester viszont stábunknak úgy fogalmazott, a jövő tavaszra elkészülő bungallók magasabb minőségű komfortfokozatot jelentenek, a gazdaságosságuk pedig biztos, és meg fog térülni a beléjük fektetett pénz, mert már most is több, igényesebb vendég foglalta le előre a kialakítandó lakosztályokat. Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója szerint is jó lépés a bungallók megépítése. Hát az összeg valóban nem alacsony, ugye hát 3 millió euróról beszélünk, amit a Vadas nem vesz fel hitelként, a Vadas hozzáteszi az önrészét, tehát egy 500 ezer eurós önrészt teszünk hozzá, és 2,5 millió eurót igénylünk meg egy adott banktól. Természetesen mi, akik ebben élünk és minden napunkat a Vadas fejlesztésének és működtetésének szenteljük, mi tudjuk, hogy ezek a szállások már elavultak, egyre nehezebben eladhatóak. A nyár közepén is kell rájuk marketing húzásokkal, tulajdonképpen kecsegtető ajánlatokkal ide vonzani a vendégeket. Tehát meg kell sok mindent tenni azért, hogy ezek a szállások, amelyeket tudni kell, hogy a leglukratívabb helyen helyezkednek el a Vadasfürdő területén, hogy tölteni tudjuk őket, azért, mert már nem új szállásokról van szó, hanem olyanokról van szó, amelyek fölött már eljárt az idő. Igény viszont rengeteg van ezekre a szállásokra, amik ezen a területen volnának. Erre bizonyíték az, hogy ebben az állapotban, ahogy most vannak, így is képesek vagyunk őket eladni, de a legfőbb bizonyíték talán mégiscsak az, hogy amit a polgármester úr mondott, ezt csak megerősíteni tudom, hogy valamikor július elején kifeszítettünk két bannert informálandó a majdani vendégeket, hogy ezek a szállások ősszel lebontásra kerülnek, és jövőre már egy újban várjuk őket, és adtunk természetesen hozzá egy árengedményt, hogyha most még július-augusztus folyamán valaki ezt lefoglalja magának, és be is fizeti az összeget, akkor egy kedvezményes áron tudja megkapni ezeket a szállásokat. Mi úgy gondoltuk, hogy lesz erre igény, de nem gondoltuk, hogy ilyen tömeges igény jelentkezik. Tehát a július-augusztusi főszezonbeli 7-8 héten keresztül, amit nem árultunk, az összes hetet 100%-ra eladtuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekre a szállásokra ebben a környezetben 10-20 méterre a medencéktől nagyon nagy igény van. Az egy másik kérdés, hogy nem olcsó befektetésről beszélünk, de mindig két oldalról kell egy befektetést megnézni. Befektetünk egy szállásba, és az 8-10-12 év alatt visszahozza az árát, vagy nem fektetünk be, és folyamatosan hagyjuk, hogy a régi szállás egyre kevesebb vendéget vonz, és rontja a Vadasnak a meglévő imidzsét, ez egy fontos kérdés, amit el kell döntenünk. Hát mi úgy döntöttünk, hogy a Vadasban van annyi erő, hogy ide tudjon vonzani annyi embert, akik ezeket a szállásokat megtelítik, hisz ezeknek a 70-80%-át most is ide tudtuk vonzani ebben a nem túl jó minőségbe. Most úgy gondoljuk, hogy egy háromcsillagos minőséget a fogunk kínálni ugyanazon az áron, ahogy kínáltuk a régieket, és ez nagyon fontos, hogy egy euróval sem lesznek az újak drágábbak. Úgy gondoljuk, hogy nem szabadna problémának lenni ezeket a vendéget ide vonzani a jövőben is. Hála Istennek a Vadas gazdasági eredményei évek óta olyan szinten vannak, hogy meg tudta magának engedni, vagy meg tudja magának engedni ezt a fajta beruházást, hogy 500-600 ezer eurót beletegyen ezekbe a szállásokba, mert a 500 ezer eurós önrészben, amit mondtam, még a bútorzás maga nincs benne, az egy másik körülbelül 100 ezer eurós befektetés lesz. Szerencsére vagyunk olyan, érünk el olyan eredményeket, hogy meg tudjuk ezt magunknak engedni, és nem fogja a Vadas gazdálkodását ez a beruházás veszélyeztetni. Mégis tettük fel a kérdést, 3 millió euró esetében nem lenne szerencsésebb inkább egy olyan létesítmény megvalósításában gondolkodni, amely egész évessé tenni a fürdőt és ezáltal a párkányi turizmust is?
Nem lenne jobb például egy wellness központra fordítani ezt a pénzt? A kérdésre mindig úgy válaszol, erre a kérdésre mindig úgy válaszol, hogy igen, az igény jogos, az elvárás jogos. De 2,5 vagy 3 millió euró befektetésről beszélünk. 3 millió euróból egy wellness-t, vagy egy fedett komplexumot legyen, egy szórakoztató, vízes fedett komplexum, vagy valami hasonló, lehet, hogy meg lehet építeni az egy harmadát, az egy negyedét egy hasonló épületnek. Tudni kell, hogy a legkisebb wellness is, ami fedett wellnessről, hogyha beszélünk, ami mondjuk legyen egy 250-300 férőhelyes, annak az összköltsége is 10 millió euró körül van. A Vadasnak ebben a fázisban erre fedezete nincs. Amire fedezetünk volt, tehát mindig mondjuk azt, mint a szép magyar közmondás, addig nyújtózkodj, ameddig a takarod ér. Nekünk erre most fedezetünk nem volt. Ez az egyik dolog, hogy ezek a szállások igényelték a felújítást, pénzt termelnek, kipróbált szállások, nem megyünk bele nagy rizikóba, mert tudjuk, hogy ez a pénz visszatermelődik, erre igény van. Azt nem tudjuk, csak bízunk benne, hogy a wellnessre is igény van. Nem tudjuk, hogy mit fog hozni, nincsenek rá még alapvető számításaink elvégezve, nem mértük fel a piacot, hogy a körülöttünk lévő többé-kevésbé jól vagy nem jól működő wellnessek, vegyük azt Magyarországot vagy Szlovákiát, milyen gazdasági eredménnyel működnek, gazdaságosak-e vagy sem. Tehát még véletlenül se szerettük volna azt, hogy elkapkodunk egy olyan lépés, hogy belemegyünk egy wellnessbe, amely nem pluszot fog, teszem azt, generálni ennek a cégnek, hanem mínuszt, és beterheli már a meglévő gazdálkodást. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy wellnessre rákészülni hosszabb folyamat, pénzt igényel, alaptőkét igényel és hitelkeretet igényel. A Vadasnak ezekből a feltételekből egyelőre egy sincs teljesítve. Amikor körülbelül 2017 táján 15-16 vissza lesznek itt fizetve a Vadas régi hitelei, nem amit most veszünk fel, hanem a régiek, akkor lehet gondolkozni egy wellnessen, lehet tervezni, lehet tárgyalni a bankokkal, hogy egy a régi hitelektől megtisztított, megszabadított cég egyáltalán van-e olyan állapotban, a bankok szemében nézve, hogy hitelt adjanak neki ekkora összegben. 10 millió euróról beszélünk. Tudni kell, hogy a bankok 30%, de minimálisan 20% önrészt követelnek. Tehát 10 milliónak a 20 vagy 30% az 2 millió 3 euró önrész, megspórolt pénz a cégnek a számláján. Tehát a Vadasnak ez most nincs. Tehát amikor a Vadas ebben gondolkozni akar, vagy gondolkozik rajta, akkor ennek a pénznek meg kell lenni. Attól pillanattól kezdve lehet beszélni tervezésről, gazdasági számításokról, utána nézni a konkurenciának, hogy önállók ez hogy megy, esetleg megpróbálni valamilyen szinten információkat gyűjteni tőlük. Ez sajnos még ez a cég nem teljesíti, ezért fölösleges beszélni róla. Ez viszont ezek a szállások most fontosak, és teljesítjük hozzá feltételeket, tehát most meg tudjuk építeni, és én úgy gondolom, hogy 15-16-17 táján, tehát 2015-17 táján kell visszatérni arra, hogy a Vadas menjen-e wellnessbe, tervezene wellness-t, próbáljon egy olyan wellness-t letenni párkányba, ami meghosszabbítja a vendégek itt létét, tehát a szezon kívüli időszakot is valamilyen szolgáltatással befedi, vagy más irányba kell elindulni. Semmiképpen sem utasítom el, sőt, támogatom, de az már egy olyan beruházás, még egyszer mondom, 10 millió euróról beszélünk minimálisan, olyan beruházás, ami már nagyon nagy rizikóval jár, és azért ez nagyon meggondolandó, hogy van-e rá pénz, van-e rá fedezet, és van-e rá erő a Vadasban, illetve a Párkányvárosában. Hogenbuch Endre igazgatónál arra is rákérdeztünk, hogy mi lett annak a wellness projektnek a sorsa, amelyet még az előző igazgató kezdett el, ez miért akadt el, ezt a Vadas miért nem folytatta. Ez egy hatástanulmány, amiről ön beszél, ott vannak benne számítások, természetesen ez a projekt megvan, tehát ez a hatástanulmány létezik, vannak benne számítások, árakkal dolgozik, költségekkel dolgozik, befektetési árakkal dolgozik, amelyből természetesen már semmi sem aktuális. Ez valamikor a 2000-es évek elején került kidolgozásra, tehát van 10 éves hatástanulmányról beszélünk, tehát azt már felhasználni nem lehet. Természetesen vannak hozzá bizonyos rajzok is. Ez a hatástanulmány
nem lett tovább véve mondjuk egy épület elhelyezési terv formájában. Tehát csak egy hatástanulmány van, ami számokkal dolgozik, illetve hogy milyen medencék, milyen szaunák, milyen kiszolgáló infrastruktúrára volna szükség ennek a wellnessnek az úgymond megépítésére, üzemelésére. Még egyszer mondom, már nem aktuális, illetve túl ott dimenzálva, ez egy nagyon nagy, egy 800 férőhelyes wellness volt, ami nagyon nagy párkánynak biztos, hogy nincs rá szükség, biztos, hogy nincs rá szükség. És most vagyunk talán a legfontosabb témánál, amikor wellnessről beszélünk, hogyha egyszer wellnessről kell beszélni párkányban, illetve ha kell beszélni, és akkor hogy milyen wellnessről, akkor ez talán a legfontosabb döntések egyike lesz, amikor el kell döntenünk, hogy hány férőhelyes, milyen kapacitású wellness kell párkánynak. Kell egy olyan wellness, amelyik a már meglévő hotel termál vendégeit ki tudja szolgálni, és még számoljunk egy 50-100 vendéggel, teszem azt, mint a Feletuszodán nem volna, és ottan kb. Ennyi vendégben ment egyszerre, a legkomolyabb téli napokon. Vagy nagyobb kell, de ha nagyobb, akkor hogyan vonzuk ide azokat a vendégeket, aki idejön távolabbról kihasználni azt a wellness-t, az biztos, hogy szállást keres, megfelelne neki a hotel termál szállása színvonalában, nagyságában, árban. Nem fog keresni jobbat, többet, elég ez egy hotel termál, vagy nem. Ha többet fognak keresni, mert nagyobb kapacitású wellness-t találtunk ki, akkor hol találnak szállást ezek az emberek, mert nem biztos, hogy panziókban, amiből sok van párkányban, ott fognak ők szállást keresni, hanem lehet, hogy ezek az emberek, ezek a majdani elszállásolt vendégek, lehet, hogy 3, sőt inkább 4 csillagos hotelokat, szállókat fognak keresni párkányban, amiből nincs kínálat. Tehát ezt így kell megvilágítani, hogy kinek építjük azt a wellness-t, ki lesz a célközönség, mennyi fog körülbelül belőlük idejönni, hol lesznek elszállásolva, milyen szolgáltatásokat keresnek, ami már létezik, és milyen szolgáltatásokat keresnek, ami nem létezik, és egy komplex csomag, amiben nagyon-nagyon sok kérdés van, meg kell válaszolni, mielőtt a tervezési folyamat elindul. Tehát nem olyan egyszerű a történet, hogy tervezünk egy wellness-t, mert szükség van rá. A wellness-nek van fenntartási költsége, azt be kell fedni bevételekkel. Ki adja azt a bevételt, ki fogja itt hagyni a pénzét, hogyan jön innen, honnan jön ide, hol találjuk meg azt a vendéget, akinek a nagyon telített szlovákiai-magyarországi wellness piacon pont párkányra van szüksége, visszajáró vendég legyen, mert egyszer jön, az nem sok, az kevés, az előbb vagy utóbb elfogy az a célközönség, és nem tudjuk, hogy utána honnan találjunk helyette alternatívát. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, amit meg kell válaszolni, mielőtt tervezünk. Ez a hatástanulmány, ami elkészült, amikor 2003-ban, ez sok-sok kérdést nem tagla. Elsősorban, még ezt mondom, túldimenzálja a párkányi wellness-t, hogy mekkora kell belőle, és nagyon sok kérdést nem tagla. Azok az árak, amikkel ott árak, úgy, mint energiárak, úgy, mint árak, amiért mi adnánk majdan a wellness szolgáltatásokat, már nem aktuálisak, tehát ezt mind fel kell újítani, és utána kell egy wellness megtervezni. De ez még egyszer mondom, ez nem 2012-nek a feladata, hanem egy valamikor 2013-4-ben lehet ezen gondolkozni, és lehet, hogy 15-ben megkezdődhet a tervezési folyamat, az építés meg lehet, akkor 2017-ben. A Vadas felügyelő tanácsa és a polgármester szintén okos, megalapozott gazdasági döntésnek tartja a városi vagyon és telekátruházást a fürdőbe. Csepregi Zoltán képviselő például kifejtette, hogy a hitelek átstrukturalizálásával csak a kamatterheken mintegy 200 ezer eurót spórolhat a cég. Hogenbuch Endre erről így nyilatkozott. A cégnek most van bizonyos hitelállománya, amire bizonyos kamatterhet fizet. Ez a kamatteher valamikor 2004-ben, 2005-ben, amikor fölletek véve ezek a hitelek, akkor meg lett állapítva, kamatter két tételből áll. Mindenkori bankközi kamat, plusz az arra ahhoz csatlakozó banki rizikónak a százalékos aránya. Tehát ebből áll össze egy kamatteher. Na most 2004-ben, 2005-ben a bankok nagyobb bankközi kamattal dolgoztak, mint most, és nagyobb terheket raktak rá, tehát nagyobb nyereséggel dolgoztak, nagyobb terheket raktak rá a bankközi kamatra, és úgy kínálták meg a hiteleiket, mint jelenleg. Jelenleg nagyobb a konkurenciaharc, bár óvatosak a bankok, és nagyon komoly feltételek mellett adnak csak hitelt, de attól még a kamatterhekkel elég diametrálisan
lejjebb tudnak menni, mint volt ez 6-7-8 évvel korábban. Ezért most, ha átvesszük azokat a hiteleket, amik a Prima bankában vannak jelenleg, egy másik bank átveszi, és ez az a bank lesz, amelyik majd megfinanszírozza a majdani az új szállásokat is. Annyival jobb kamatokat ad, kínál, mint a Prima banka, hogy ez alatt a 2012-17-es időszak alatt 200 ezer eurónyi kamat terhet spórol meg a cég saját magának, mint hogyha ezek a régi hitelek ott maradtak volna a Prima bankánál, és ő náluk vettük volna fel az új hitelt is. Az új luxusbungallókat a Vadas idén ősszel kezdi megépíteni, jövő áprilisig el kell készülniük. Az igazgató szerint olyan korszerű technológiát használnak, amely független az időjárástól, nem lesz beázás, szétfagyás, penészesedés. A Vadas összesen 11 luxus bungallót építtet meg, 5-6-7 lakosztályos épületekről van szó. Szeptember 23-áig van nyitva a fürdő, de 16-ától már ezekben a szállásokban, amik most vannak és lebontásra vannak ítélve, már nem fogadunk vendégeket. Szeptember 17-8-a körül jön az a cég, amely az egészet lebuldozerolja, illetve eltávolítja. Tehát a bontási folyamat, vagy a munkátok megkezdődnek szeptember 18-án. Amint megvannak, természetesen a meglévő időpontok alapján, az eltervezett időpontok alapján folyamatosan fognak képülni ezek a szállások. Ugye tudni kell, hogy nem csak a szállások képülnek, hanem teljes közművesítés történik, tehát minden mérnöki hálózat új lesz. Tehát mindent kicserélünk, befolyóvíz, kifolyóvíz, termálvíz, wifi szolgáltatás, klímaszolgáltatás, áram, beta, tehát minden, ami ezzel egybefügg, minden cserélődik, és hát elég nyaktörő a dátum, amikor ezt meg kell csinálni, de hát nincs mese, meg kell csinálni. Következő év április 25-én van az átadás időpontja, mert aztán a következő, annak a hétnek a hétvégéjén aztán már jönnek az első vendégek, úgyhogy addig még be is kell aztán rendezni, ki kell takarítani. Tehát nem egy egyszerű építkezésről van szó, de megoldható, de ahhoz már ezt az egy hetet úgymond fel kell áldoznunk, hogy egy héttel korábban kezdünk minden fürdőnek az árása, mert minden napra, minden hétre szükség lesz. Igazgató, nem tart attól, hogy a feszes határidő miatt a luxus bungalóknál esetleg több minőségi hiba lesz, vagy kapkodás a kivitelezésben? Nem, mert már bízok benne, hogy nem maradjunk így. Már a tervezés folyamatában, ugye mi ezt tudtuk, hogy ez egy nyaktörő mutatvány, tehát ez nem egy egyszerű dolog, ennyi szállást felhúzni. Ezért már a tervezés folyamatában is próbáltunk egy olyan technológiai megoldást belevinni ebbe az építkezésbe, illetve a kivitelezést olyat választani, ami ezt a viszonylag gyors építkezést megengedi. Mire gondolok? Tehát ez egy fakonstrukciójú házak lesznek, belülről gipszkartonosak, kívülről cembrittel lesznek letakarva. Ezek olyan elemek, amiket ha fakonstrukció áll, akkor előre méretre, színre legyártott elemenként hozzák ide, és fogják felrakni a háznak a külsejét, belsejét. Ez annyit jelent, hogy nem lesz, vagy minimálisan lesz vakolás, falazás, malterrel, építési ragasztóval munkálat, ami annyit jelent, hogy nem fog kellennünk félni a hidegtől, nem fog kellennünk félni a sártól, nem fog kellennünk félnünk vagy tartanunk attól, hogy nem bír az épület kiszáradni, viszont nekünk már bútorozni kell, tehát ez a probléma nem állhat fent, mert nem lesz száradási idő, amit be kell tartani. Egyetlen száradási idő vagy folyamat, amit be kell tartani, az az alapok lebetonozása. Amikor az alapok le vannak betonozva, azoknak ugye egy 10-15 napot állni kell, utána el építeni. Attól kezdve viszont már a fakonstrukcióval felépül, körülbelül november végére a fakonstrukciónak állni kell, illetve tető alatt kell lenni, jöhetnek ezek az elemek, amelyekkel időjárástól függetlenül szélben, hóban, mínusz 10-15 fokos fagyokban is lehet dolgozni. Tehát még egyszer mondom, a technológia már így lett kitalálva, hogy ez tartható legyen, és a legfontosabb még egyszer végén jön, hogy amikor már állnak ezek az épületek, és meg nem lesz úgymond belső vakolás, nem kell száradást tartanunk, illetve nem kell attól félnünk, hogy nincs idő kiszáradni, ezáltal a majdani bútorzat megsemmisül, nem, ez a probléma nem áll fent, tehát rohadás, penészveszély, ilyen nem áll fent.
Eladni vagy nem eladni a Delfin Disco és a Drink italnagyraktár épületét? Egyáltalán, stratégiailag mennyire számol ezekkel az ingatlanokkal és a területekkel a Vadas? Kérdeztük meg az igazgatót, annál is inkább, mert ebben az ügyben a képviselők véleménye is eltérő. Saját magam is úgy nézem ezt a kérdést. Ha a Vadasnak a közeli tervei között, vagy lehet még a távlat is, talán még így is fogalmazhatnék, szerepelne, és pénzzel alá volna támasztva egy ötlet, amit ott a mostani Drink, illetve a Delfin Disco helyén meg szeretne építeni, akkor azt mondanám, hogy nem szabad eladni. Meg kell tartani. De mivel feladat rengeteg van, és általában a feladat több van, mint pénz. Ugye wellnessről is beszéltünk. A wellness nem ott lesz, a wellness máshol lesz, ha lesz. Tehát feladat több van, mint pénz. Általában. És az az épület rossz állapotban van. Diszkót tartanak benne, amire igény van, de nem csak diszkót lehetne ott tartani, hanem sok minden mást is lehetne plusz szolgáltatást nyújtani az ide látogató vendégnek kultúrált körülmények között, zárt falak mögött. Ha ezt valaki be tudja vállalni a Vadas helyett, egy külsős, egy magánvállalkozó, aki ebben fantáziát lát, pénzt lát benne, és tudná üzemeltetni mindenki örömére, akkor teljes mellszélességgel tudom támogatni ezt az ötletet. Abban a formában, ahogy most van, zavarja a kempingezőket, zavarja a parkán lakosságát, nincs túl jó kondícióban az az épület, ebben a formában sokáig üzemelni nem lehet. Tehát én támogatom ezt az ötletet, nagyon oda kell figyelni majd akkor, amikor a versenykiírás megtörténik, hogy most ez legyen egy klasszikus közbeszerzés, vagy árverés, vagy bármi más, nagyon oda kell figyelni, hogy azok az illetők, akik majd ebben részt vesznek, fantáziát látnak benne, megépítenének valamit, milyen terveket, látvány terveket nyújtanak be, milyen garanciákkal rendelkeznek, milyen garanciákkal, vagy milyen feltételek mellett juthatnak hozzá ahhoz az épülethez, illetve telekhez, hogyha véletlenül nem tartják be az árverés által kiírt feltételeket, akkor ne legyen probléma ennek az épületnek a visszavételével, teleknek a visszavételével. Ez nagyon fontos. Tehát nem most volt a legfontosabb döntés, hogy a listára került ez az épület eladása. A legfontosabb döntés majd ott történik meg, hogy milyen feltételek mellett lesz ez az épület kiírva árverésre. Ott nagyon oda kell figyelni, hogy valami olyan szép dolog nőjön ott ki, akár egy magánvállalkozó segítségével, amely hasznos a városnak, Vadasnak, ide látogató turistáknak, nyújtson olyan plusz szolgáltatást, amit a Vadas vagy a város még nem nyújt, és szükség van rá, és igény van rá, legyen annak az illetőnek, aki majd megnyeri az árverést, fedezete, pénzügyi fedezete, garanciája, és legyen talán valamilyen referenciája is arra, hogy ő ezt már valahol, valami hasonlót megépített, üzemel, tudja, hogyan kell üzemelni, tehát ne menjen bele a város, illetve a Vadas nagy rizikóba azáltal, hogy ezt eladja, tehát ez mindenképpen minimalizálni kell ezt a rizikót. Az igazgató szerint, mivel a vonatkozó ingatlanok helyére a fürdő látogatói részéről fejlesztési, kiszolgálási igény középtávon nincs, ezért ő is az eladást tartja célszerűnek, szigorú feltételek mellett. Hogy mi lesz a Delfin és a Drink sorsa, azt természetesen végső soron az önkormányzat dönti el.